Hello, sziasztok! A mai nappal egy egész érdekes témát hoztam nektek. Nemrég beszélgettem egy hölgyel, aki hozzám fordult segítségért, és feldobott egy érdekes gondolatmenetet, ami azt gondolom, hogy sokakra vonatkozik, sokan érdekesnek fogjátok találni, vagy tanulságosnak. Azzal hívott fel a hölgy, hogy ő szeretne felgyorsulni. Mit értett ő ez alatt? Említette nekem, hogy egész életében, már egy fiatal lánykora óta, ő ilyen nagyon csikló, orientált izgatásokra volt képes ezeknek a befogadására, és a hüvei ingelésre nem igazán reagált semmikor sem a szervezete. Oké, okay, ez eddig viszonylag általános, sajnálatos helyzet. Mesélte tovább a sztoriát, mondta, hogy viszont volt életében egyetlen egy olyan élménye, amikor sikerült hüvei úton orgazmushoz jutnia a partnerével, és onnantól foga viszont egyszer sem sikerült. Ezért azt gondolta, hogy a legjobb megoldás az lenne, hogyha ő fel tudna valahogy gyorsulni, mert talán a férfiak nem tudnak elég ideig kitartani, vagy ő igazából nem tudja, hogy mit lehetne csinálni, de ő fel akar gyorsulni, hogy tudjon hozzájutni még egyszer gyorsan ahhoz az élményhez. És amikor beszélgettünk, akkor kiderült, hogy igazából az az egy alkalom, amikor el tudott jutni a, a úton az orgazmusához, akkor az történt, hogy ő fejben teljesen el tudta magát adni ennek az ö, adott együttlétnek, a párja is maximálisan egymástól tudtak hangolódni, és egy ilyen fantasztikus összhang kerekedett kettőjük között, és egy ilyen teljesen normál időtartam alatt, egy ilyen nagyjából 10 perc alatt sikerült neki hüvei úton eljutni az orkazmusához. Úgyhogy legközelebbi próbálkozásokon meg ilyen fél órás idézetében reszeléseknél sem tudott odáig eljutni. Kiderült, hogy igazából az történt, hogy ez az élmény után, ez annyira fantasztikus élmény volt számára, hogy innentől fogva ilyen, hát én megszállottként kezdte el úgymond elvárni ezt az élményt, hogy akkor ő most ilyet meg akar élni, és egy ilyen hát kényszerként jelent meg a fejébe, hogy ő most akar olyan orgazmus élményt, és ez a kényszeresség, ez gyakorlatilag kiölte a fejéből a lehetőségét annak, hogy újra át tudja élni azt az úgymond csodát. Hiába próbálkozott a párja megtartani a, a gyönyörében, és eljutatni őt az orgaz, orgazmusához, vagy segíteni őt eljutni az orgazmusához. A hölgy nem tudott eljutni, mert állandóan azon gondolkodott, hogy mikor lesz már, hogyan lesz már a múltkor is jó, ott most is jót akarok, akarom, hogy jó legyen. És hát ő, igazából a tanulsága ennek az egésznek az, hogy azt gondolom, hogy nem az a jó módszer, hogyha a hölgyek fel akarnak gyorsulni, mert ő, ez egy picit ilyen zsák utcának tűnik. A megfelelő megoldás véleményem szerint az, hogyha megtanulunk olyan szinten egymásra hangolódni, hogy hogy ezek az élmények be tudjanak maguktól következni. Ugyanis a hüvei az orgazmus az nem egy olyan egyszerű dolog, úgymond, mint a csiklói vagy a férfiaknál ilyen makon keresztül végbe ment orgazmus, hogy megfelelő helyen csiszolgatva, a megfelelő ideig, akkor bekövetkezik a dolog, és ha túl sokáig kell csiszolni, akkor csináljunk valamit, hogy rövidebb csiszolással eljussunk odáig. Ez sokkal inkább egy ilyen lelki-szellemi folyamat is, amellett, hogy természetesen a testi része is ott van a dolognak. Ez egy Testi, lelki komplex csomag, amit ilyenkor a hölgy úgymond átél, és hogyha ennek nem stimmel a lelki része, az érzelmi része, az ellazulás része, a beleng belengedés, a megengedés része, nem működik, akkor hiába fog akármennyi idejen keresztül reszelgetni a férfi partnere, nem fog bekövetkezni az a csoda, amit várunk. És hát persze ilyenkor ki lehet egész egy csiklóval, és akkor így lesz egy orgazmus élmény a hölgynek, de ez nem az az élmény lesz, amit ő vár. Ez a klasszikus értelemben vett hüvé akkor tud bekövetkezni, hogy a tényleg szívvel, lélekkel, fejben maximálisan egymást tudnak hangolodni, elengedik azt az elvárást, hogy kell, hogy legyen hüvei orgazmus, hanem csak élvezik az együttlétet, és amennyiben el tudnak odáig jutni, akkor jó. Ha nem jutnak el odáig, akkor sincsen semmi probléma, mert másféle gyönyörökkel is ugyanúgy megvan a kielégülés élmény. Tehát, hogyha elengedjük ezt a kényszerességet, hogy kell, akarom, hogy legyen, akkor van esélyünk arra, hogy megtapasztaljuk nőként ezt a fajta hüvei orgazmus élményt. Így a legjobb tippem a hölgyeknek az, hogy Hát ezt a kényszerességet próbáljuk még egy kicsit megdolgozni. És nem cél az, hogy felgyorsuljunk. Beszéltem még több egyéb érdekes dologról is az adott hölgyel, de azt gondolom, hogy ha csak ezt egy gondolatmenetet el tudjátok sajátítani a mai videó után, hogy nem az a cél, hogy a nők felgyorsuljanak, hanem az, hogy el tudjanak megfelelő módon lazulni, akkor ez már egy hatalmas nagy haladás. Természetesen ugyanúgy szükség van arra, hogy a férfi viszont képes legyen az adott idején megtartani a hölgyet. Tehát ez nem mentesíti a férfiakat a, a magömlés kontroll fejlesztés képessége alól. Tehát a férfinek igen ki kell tudni tartani addig, amíg a hölgynek szüksége van rá. De hogyha a hölgy itt az elvárásaival már a lehetőséget is agyon vágja annak, hogy ne ő csodát tudjon átélni, akkor a férfi teljesen mindegy, hogy meddig tud kitartani. Tehát ez fontos megérteni, hogy akkor van értelme a férfi kitartásának és megtartó erejének, hogyha a nő ezt az egész folyamatot megengedi, hagyja, hogy meg tudjon történni, és a férfira teljes mértékig rá tud hangulódni, és természetesen a férfi és a nőre. Hogyha már fejben, szívben, lélekben, érzelemben megvan a csoda, az egymásra hangolódásnak a csodája, akkor van lehetőség arra, hogy testben is átéljük a gyönyöröket. Természetesen a férfi ilyenkor fontos hogy meg tudja tartani a partnerét, de mindez akkor tud csak működni, hogy a hölgy tényleg el tudja engedni azt az elvárását, hogy ő most akar hüvei orgazmust átélni. Hát igazából ennyi lett volna a mai, kicsit rövidebb, de azt gondolom, hogy nagyon fontos gondolatmenetemnek a lényege. A jövő héten valószínűleg arról fogunk beszélgetni, hogy párhuzamot fogok vonni a férfi erekciós probléma és a nők ö, izgalmi széteseltségek között, izgalmi szint szétesések között, mert ez is nagyon érdekes gondolat, ezt nevezhetjük akár női erekciós problémának, egy humorosan megfogalmazva, de azt gondolom, hogy a két jelenség a fokadés, az egy törről fakad, és ez, egy, ez is egy hasznos, érdekes téma lesz. Nos, amennyiben tetszett, vagy érdekesnek találtátok a mai videómat, akkor a like gombot tudjátok érezni, hogy még több hasonlót szeretnétek tőlem látni őben. A csatornámra pedig természetesen fel tudtok iratkozni, de hogy lemaradjatok akár egyetlen hasonló videóról is a jövőben. Gírjál János voltam, hamarosan, egy vagy két héten belül újra találkozunk, és sziasztok!